Ó, hogy sorsom átka karmai szívembe vágta. Megpihenni, elpihenni, ide tértem, itt vagyok. Csevegő hab, ringó hullám, suttogó lomb, itt borul rám, itt boruljon rám a hant is, hogy egykor meghalok. Valahogy így látta Sós Lajos Kenesei Magaspartok című versében azt a tájrészletet, mely éppen 100 esztendeje ad otthont a közismert nevén honvédüdülőnek. Az objektumot jelenleg rekreációs kiképzési és konferencia központnak hívják, ahol állománygyűléssel, könyvbemutatóval és kiállítással ünnepelték a centenáriumot. A kerek évforduló alkalmából Áder János köztársasági elnök csapatzászlót és zászlószalagot adományozott a központnak, melyet Piros Ottó ezredes, az alakulat parancsnoka vett át Szegő László dandártábornoktól, a köztársasági elnöki hivatal főosztályvezetőjétől, a katonai hagyományoknak megfelelően meglengetve a lobogót. Ez a csapatzászló a központnál az összetartozást és az összefogást is szimbolizálhatja. A mai nap egy történelmi pillanat, hisz a csapatzászló átadása egybeesik az üdülő 100 éves évfordulójával is. A zászló megáldását követően Matolcsi Gyöngyi, Balatonakaratja polgármesterasszonya, Tömör István, Balatonkenese polgármestere és Hazuga Károly nyugállományú altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke is zászlószalagot adományozott az üdülőnek. Beszédeikben mindannyian méltatták a központ eddigi sikeres munkáját, és kifejezték a következő évtizedek hasonlóan gyümölcsöző együttműködését. A centenárium alkalmából dr. Benkő Tibor vezérezredes, honvéd vezérkarfőnök emléktárgyat adott át Piros Ottó ezredesnek. A központ parancsnoka csapatérem átadásával köszönte meg a magasrangú vezetőknek a központ működtetéséhez nyújtott segítséget. Az ünnepi állománygyűlést követően bemutatták Udovec György 100 éves a honvédüdülő című, az Rényi Kiadó gondozásában megjelent kiadványát. A szerző elmondta, a kötettel az volt a célja, hogy mindenki a lehető legtökéletesebb képet kapja az elmúlt időszak legfontosabb történéseiről. Az üdülő történetét fekete-fehér és színes tablókon megörökített kiállítással egy bekötött állófogadáson pedig végre meggyújtották a 100-as számú gyertyát a születésnapi tortán.